A délelőtti selejtezők után délután már a Nemzeti Vágta elődöntőjének fináléját rendezték Szentlőrincen. Itt először a kishuszárok mérték összetudásukat, és a három versenyző közül végül Homolovics Klaudia Dynamit nevű lovával győzött, így ő lehet ott a Nemzeti Vágta korosztályos döntőjén, a Hősök terén. Hát már több mint másfél éve, és nem vagyunk még olyan összeszokott páros, de egyelőre folyamatosan egy pozitív csalódás volt nekem ez a póni. Nehezen indultunk, de nagyon sokat fejlődtünk és rövid idő alatt. Mivel szerencsére mi voltunk a kedvezményezettek egyes pályán, így csak annyit vártam el a lótól, hogy maradjunk végig a belső falon, és lehetőleg egybe versenyezünk és érjünk haza. Úgyhogy hát, de a legjobb formáját mutatva is sikerült meg is nyernünk, úgyhogy rettentő boldogok vagyunk. Ő hosszú távoló. Ő hát olyan, hogy még más ló elfárad, ő benne még akkor van egy kicsi. És hát így. Neki még ez a szerencse, hogy még az utolsó egyenesben nem tudott elfáradni, és még volt bennünk egy kicsi, hogy be tudjuk menni az első helyre. A kishuszárok után a három fináléba jutott felnőtt versenyző is rajthoz állt. Ezt a döntőt Bagonyi Gergely Déva Szándék nevű lovával nyerte. Délelőtt is nyertünk a mi futamunkba, utána nyilván most fáradtabban ment, de pont elég volt. Hát most ez a harmadik éve, hogy lovaglom, de most az utóbbi időben kevesebb időt tudtam lovagolni munkába, de hát az a három év az elég. De vajon milyen adottságokkal kell rendelkeznie egy lónak és lovasának ahhoz, hogy eredményt érjenek el a nemzeti vágtán? Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát alapjában kell egy jó származás, kell a lóba egy jó képesség, és hogyha ez mind megvan, és a ló még mindig egészséges, akkor kell egy nagyon profi tréning a lónak. Ezt követően kell a lónak egy jó tüdő, kell állóképesség, ami ugye a tréningnek a része, és aztán kell egy megfelelő lovas, aki egyrészt kellően bátor, tehát ez egy elég veszélyes verseny, megvan a rutinja, nem fél bemenni a kanyarokban, de mégis észre versenyzik, tehát kimondottan higgadtnak kell lenni. Itt is látszott, háromszor az utolsó 100-150 méteren dőlt el a verseny, tehát nyilván egy 1100-1200-as versenyen kivárásra lovagolni, végig zárkózni és bízni abba, hogy meg fogom tudni az utolsó 100-200-on oldani a versenyt, ahhoz egy nyugodt vérmérsékletű lovas kell, és hát nyilván még emellett a napi formán sok minden múlik a sorsoláson, tehát nagyon sok kicsi mozaiknak kell összeállni ahhoz, hogy akár egy elővágtán, vagy akár a Hősök terén dobogóra álljon valaki. Egy nagyon jó pálya, nagyon hosszú egyenesekkel, nem véletlenül volt ennyire erős a mezőny, hiszen azon lovasok, akiknek kimondott a jó képességű lovaik vannak, amelyeknek szüksége van a hosszú egyenesekre, ők idejöttek. Az első futam egy kicsit gyengébb volt, a második és a harmadik előfutam az pedig kimondottan kiélezett, ilyen félfejhosszal, nyakhosszal nyerték a második és a harmadik futamot, és hát a döntőben is hasonló volt a szituáció, kővágó szőlős és decs között egy egészen komoly verseny volt, a célegyenesen sikerült kővágó szőlősnek befogni a decset lovagló, majd decinében lovagló Schwarzenbart Bálintot. A 12. Nemzeti Vágta, amit Kazinczy Lajos honvédezredes emlékének ajánlva rendeznek, október 19-én és 20-án lesz a Hősök terén. Ott versenyez majd a szentlőrinci kishuszárvágta győztese, Homolovics Klaudia Dynamit nevű lovával, valamint a felnőtt versenyben Bagonyi Gergely Déva Szándékkal.